a Pécsi Egyházmegye területén, Tolna megyében található a Szent Vér ősi kegyhelye, Báta. Az 1092-ben Szent László által alapított bátai bencés apátság múltja sajnos már homályba vész, ám de az ősi kegyhely máig híres. A bátai Szentvér erekét először a Túróci Krónika említette 1415-ben országosan ismert relikviaként. A híres eukarisztia csoda ennél korábban a 14. század 70-es éveiben történt, amikor a miséző pap kezei között az átváltoztatott ostya vérezni kezdett. Az ország főurai közül az első adat Mária királynőt említi, aki 1385 és 1391-ben járt Bátán. Zsigmond király 1434 előtt háromszor is járt a kegyhelyen, és az ő kérésére emelte búcsójáró helyé IV. Jenő pápa a bencés apátsági templomot. A késő középkor legjelentősebb zarándok helyeit említő országleírók, köztük Antonio Bonfini és a nápolyi király követe Mátyás udvarában Petrus Ranzanus is említik írásaikban Bátát, miszerint a helyen egy szentostya töredéket őriznek, melyből valamikor vér csordult. Ezt a csodálatos erekét úrnapja ünnepén hatalmas zarándok sereg hódolata előtt helyezik oltárra. Kapisztrán Szent János szentiavatási aktái is említik, és csodás gyógyulásokról tesznek említést Krisztus vérző teste előtt. A Turóci Krónika említi, hogy Garai János 1415-ben bosnyák fogságában fogadalmat tett, hogy ha kiszabadul, Bátára zarándokol a mi Urunk Jézus Krisztus drága vérének dicsőítésére. És kiszabadult. 1441. januárjában az apátság közelében győzte le Hunyadi János a pártütő Garai László hadait. Ennek jutalmaként nevezte ki őt Ulászló király erdélyi vajdává és Nándorfehérvár kapitányává. Báta az egyetlen hely a mai Magyarország területén, ahol Hunyadi János győztes csatát vívott. 1519-ben Perényi Péter elrabolta az erekét és Siklósi várába vitte, ahol reneszánsz ablakot készítetett, hogy a Szentvér erekét a népnek felmutassák. Második Ulászló király 1495-ben és 1501-ben kereste fel a Szentvér erekét. Második Lajos kétszer is Bátán várta bekéslekedő seregét, 1521-ben, majd 1526. augusztus 15-én. A király a hithű főpapokkal és a püspöki karral itt esdekelt a boldogasszonyhoz, fogadva a Szentvér áldását, s innen indultak a végzetes csatába. Ám de sajnos, a magyar főurak sokasága nem így tett. Némelyek gúnyolódtak még a Szentvér erekén is, mert már megfertőzte őket a terjedő protestantizmus, és a török veszélyre csak gőgösen legyintettek, erős vár a mi Istenünk, s nem küldtek katonákat a király zászlaja alá. Ez pedig végzetes lett Magyarország sorsára. Sajnos már akkor és máig is sokakban elhalványult a magyarság boldogulásának három feltétele: a szentségi élet, a Mária tisztelet és a nemzettudat. 1539-ben a bécsi pápai követ jelentése szerint a muszlim törökök földdel tették egyenlővé Bátát is, kardérre hányva több ezer lakost és zarándokot. A Szentvér erekéjének ekkor nyoma veszett. Az erekje egyetlen ábrázolása Vince bátai apát 1500. évi búcsúlevelének pecsétjén található, mely hozzávetőlegesen így nézhetett ki. Csak az 1920-as években fordult ismét az érdeklődés az egykori eukarisztikus csoda színhelye felé,
mely kutatásokat fellendítette az 1938-as Eukarisztikus Világkongresszus. 1939-ben felépült Bátán az ország egyetlen eukarisztikus kegytemploma neoromán stílusban. A Szentvér búcsúját minden évben megünneplik. Az eredeti ereklye hiánya úgy oldódott meg, hogy Udvardi György pécsi megyés püspök kérésére William Judák nyitrai püspök a Garamszent Benedeki Monostor templom 1829 óta őrzött manopellói erekéjéből 2017. augusztus 10-én egy 1x1 centis partikulát leválasztott. Maga az erekje egyébként egy nagyon vékony fátyolszövet a manopellói kendőből való a szent vér nyomaival. A 2021-es Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve a Pécsi Egyházmegye jelentős felújításba fogott Bátán, hogy az ősi kegyhelyen újra fellendüljön a Szentségi Jézus ünneplése, mint egy figyelemfelkeltésként népünknek az egység megteremtésére Krisztus, ami Urunk által. Ne feledjük, hogy Európa újból nagy és végzetes válság előtt állhat, melyet a liberális neokommunista erők próbálnak Mária országára is kiterjeszteni, akár a muszlimok betelepítésével is. Bátai égi szentség Krisztus vére, bűneinknek nagy váltsága, árazd irgalmas oltalmadat, édes magyar hazánkra. Amen.